Kedves nézőink, a Fábián Sebestyényi Kinizsi 2000 mezőgazdasági ZRT pályázat útján elnyerte a lehetőséget arra, hogy a termelők részére egész évben 12 előadásban biztosítson új ismeretek megszerzésére lehetőséget. Előadások, illetve gyakorlati bemutatók keretében. Most az előadás sorozat harmadik részét látják. Köszöntöm Farkas Sándor úr országgyűlési képviselőt a Kinizsi 2000 ZRT-től. A bemutató sorozat harmadik részét láthatjuk. Miről fog szólni ez a mai nap? A legaktuálisabb kérdésről, a búzafajtáknak a éréséről és a búzáknak az elmúlt időszakban viselt idejéről, tehát arról, hogy ezek a fajták hogyan viselkedtek az elmúlt 8-9 hónap során, és most itt a betakarítás előtti utolsó pillanatokban milyen képet mutatnak. Azt hiszem, hogy olyan évnek vagyunk a vége felé, mármint gazdasági évnek a búza szempontjából, az őszi kalásosok szempontjából, ami ismételten újabb kérdéseket vetett fel, hogy milyen búzákat szabad vetni itt a térségünkbe. Erre azt hiszem, hogy az a 37 búzafajta, amit a Kitével közösen sikerült, mint fajta sort elvetnünk az ősz folyamán, gondoznunk, és ma a bemutatóra gyakorlatilag egy olyan képet mutat, amely minden gazdálkodó gazda számára egy fontos döntésben segíthet. Abban segíthet, hogy a fajták hogyan vészelték át ezt a rozsdás időszakot, ezt a nagyon enyhe telet, és a mai június 10-i pillanatban milyen képet mutatnak. Hát ebben vannak jók is, szépek is, ígéretesek is, de vannak viszont olyan fajták is, amely elgondolkodtató, hogy egy hasonló időjárás között szabad-e vetni, de mivel nem tudjuk, hogy milyen időjárás következik, így ez mindig nagy kérdés. Én azt hiszem, hogy egy olyan támpont minden gazdálkodó számára a jövő szempontjából, hogy eldöntheti, hogy itt egy gazdasági körülmények között kezelt búzasor mit mutat, milyen lehetőségeket ad számunkra, és azt hiszem, hogy egy hasznos és nagyon fontos napnak leszünk a végén, mikor végigjárjuk ezeket a fajta sorokat, és mindenki levonja a következtetés tanulságokat. Az a szándékunk, hogy amikor betakarításra kerülnek ezek a parcellák, arról majd egy eredményt fogunk a résztvevőknek is közölni, hogy a mai szemmel való megfigyelés és a manuális dolgok hogyan fognak ötvöződni, és milyen eredményt fognak hozni. Mikor kezdik az aratást, és milyen eredményekre számítanak? Az aratás sajnos valószínű, hogy a héten el fogjuk kezdeni az őszi árpa aratást, majd várhatóan a repce és majd a búzák, olyan nagyon össze-vissza lesz, most úgy érzem minden, de ez az elmúlt napok rendkívül meleg időjárása, és még ami ezen a héten ránk vár, az biztos, hogy fel fogja gyorsítani ezeknek a gabonaféléknek az érését, és bizony én azt hiszem, hogy ha a héten, a hét második felében az őszi árpa aratás elkezdődik, azt folytatni fogja a repce, sőt, talán az egy-két korai érésű búza is előkerül, de nem utolsó sorban a korán vetett vetőmagborsók is érésben vannak, azok is egy 5-10 napon belül betakarításra kerülnek, tehát a teljes nagy nyári betakarítási vertikum elindul, ami itt a Délalföldön így június közepén egy kicsit korai, de az enyhe időjárás ezt hozta önmagától. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget! Bemutatom nézőinek Mészáros Gábort, a Kite fejlesztési osztályvezetőjét. A kísérletek során a gabonák ellenálló képessége hogyan alakult a magyar és a külföldi fajtáknál? Üdvözlöm a Kurca TV nézőit. Hát a kérdésre válaszolva, ugye 2004 tavaszán nagyon erős ágaroda fertőzést tapasztaltunk az ország egész területén. Ugye ennek érdekében különböző fungicides védekezéseket állítottunk be. Ugye ezen túlmenően 8 helyen az országban fajtasorokat leteszteltük, és ugye lehetőségünk volt hosszú évek után, hisz ugye Magyarországon ugye a sárgarozda fertőzés ugye nem igazán jellemző, hogy melyik fajta milyen fogékonyságot mutat. Ugye természetesen azt láttuk, hogy a fajták között ugye nagyon nagy különbség volt ugye a fogékonyságban. Elmondható viszont az, hogy az időben elvégzett fungicides védekezések hatására gyakorlatilag az érzékeny fajtákat is meg tudtuk védeni, ugye legyen az ugye a magyar, osztrák, vagy esetleg ugye német genetikai vonal. Ugye talán ugye a magyar ugye genetikák egy kicsit nagyobb érzékenységet mutattak, de ugye szeretném hangsúlyozni, hogy időben elvégzett fungicides védekezésre ugye meg tudtuk védeni az állományunkat, és ugye az a legfontosabb, én úgy gondolom. A hibrid búza hogyan fér bele a magyar gabonatermesztésbe? Hát úgy gondolom, hogy a
A minőségi búza termesztésen túl egyre jobban foglalkozunk el az a témával, hogy nagy termőképességű fajtákat, illetve hibrideket bevezetni a magyarországi piacra. Ugye talán ebben a szegmensben beleférhet a hibrid búza termesztés technológiája is. Ugye hangsúlyozni kell, hogy tesztelés fázisában van a kit a ZRT-ben. Ugye természetesen ugye nagy rá az igény, hisz ugye a tavalyi esztendőben is több mint 30 ezer hektára volt ugye hibrid búzára igény. Ugye ennek érdekében ugye mi is kísérleteket végzünk. Egyáltalán ugye kíváncsiak vagyunk, hogy a nagy termőképességű fajták és ugye a hibrid búzák termőképességek között van-e érdemi különbség, illetve hogy ami már 2004-es éves tapasztalat, viszont hogy a korsztani problémák ugye kevésbé voltak láthatóak a hibrid búzáknál. Beszéltem az előbb ugye a sárgarosda fogékonyságról, hogy gyakorlatilag a hibrid búzák bonitálása során egyetlen egy hibridnél se láttunk fogékonyságot. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes, hogy a jövőben ezzel foglalkozunk. Az őszi búza állományokban milyen gombás eredetű megbetegedéseket találhatunk? Hát nagyon korán tavasszal egy szeptóriás fertőzéssel indult, illetve hogy a jó állományokban a lisztharmat megjelent. Hát szokták is mondani, hogy az a jó búza, amiben lisztharmat van, hogy a lisztharmat akkor okoz igazából problémát, hogyha följön az ászlóslevélre vagy a kalászra. Nagyon egyszerű volt, vagy könnyű volt, én úgy gondolom, hogy ellene védekezni. És hát ugye a szeptória mellett megjelent a már említett sárgarosda, ami a nagy problémát okozta. Az ászlóslevél megjelenése után láttunk némi vörösrozsdát, ugye a vörösrozsda utána ugye kevésbé okozott problémát, és hát ugye még a másik nagy ugye játékos ebben a történetben, ugye a kalászfuzáriózis, ami viszont ugye mind termésmennyiségben, mind termésmennyiségben, minőségben ugye nagy problémákat tud okozni. Fajtasorokat értékelve azért látunk olyan fajtákat, hibrideket, amiben ugye erőteljesebb a fuzárium. A kalászfehéredésnek milyen oka lehet? Hát, az idejében megtapasztaltuk, hogy számos jó oka lehet. Nagyon sok telefont kaptunk, hogy fehéredik a kalász, és ugye erre elvégeztük a magunk vizsgálatát. Hát, az egyik kalászfehéredés, amire gondolt az ember, a részhiány, ami nem igazolódott vissza a 2014-es beltartalmi vizsgálatokba. Kalászfehéredés tud még okozni a poloskának az első nemzedéke. Ami érdekes volt az idejében, hogy a gabonalegyeknek a kártétele, ami szintén kalászfehéredést tud okozni, de én úgy gondolom, hogy a legnagyobb problémát ugye a kalászfehéredésre, ami egész korán megjelent, hogy az aszálynak a helyenkénti olyan aszálynak a tünete, illetve ugye azokon a helyeken, ahol kellő mennyiségű csapadék volt, ugye a fuzárium is tud a kalászfehéredést okozni. Milyen technológiai fejlesztéseket hajtottak végre az utóbbi években? Hát kalászos, úgy gondoljuk, hogy le kell porolni a kalászos technológiát, ugye hasonlóképpen, mint a búza, repce, ugye a kukoricánál. Ugye ennek érdekében az elmúlt években ugye számos kísérletet állítottunk be, ugye a talajművelés, vetésidő, tőszám, hibrid fajta használat, és hát ugye meggyőződésünk az, hogy meg kell határoznunk azt, hogy milyen fejlettségi állapotban menjen a gabona a télben. Ugye ez az alapja a jó termésnek. Sokszor mondjuk azt, hogy a késő elvetett búzából is még jó termés lehet, de nem ezt mutatják a vizsgálatok, hogy gyakorlatilag az optimális időben. Ugye ez nem is naptári napot kell, én úgy gondolom, hogy jelentsen, hanem a jó talajállapotot, jó kultúrállapotot, és hogyha szeptember vége, akkor szeptember végén ugye el kell kezdeni, én úgy gondolom, hogy a kalászosoknak, a gabonának a vetését. Ugye megvannak ma már azok a technológiai elemek, amelyekkel ki tudjuk azt védeni, hogy túlfejlődjön esetenként, hogy a vírus belemenjen az állományba, amitől ugye a többsége fél a termelőknek. Én úgy gondolom, megvannak ezek a technológiai elemek, hogy ezeket természetesen teszteljük, fejlesztjük, és egy-két éven belül ugye már kész technológiával tudunk termelők elé állni. A korai vetésű búzánál hogyan lehet a vírusok ellen védekezni? A termelők nagy félelme a korai vetéseknél, legyen szó akár árpáról vagy búzáról, hogy a vírusokkal hogyan tudnak megküzdeni. Ugye a vírusokat, ugye a vírus vektorok terjesztik, elsősorban a levéltetvek és kabócák. Én úgy gondolom, hogy megvan rá a megfelelő védekezési mód. Ugye azt is tudjuk, hogy a repcében, napraforgóban, kukoricában, ugye kivont rovarölőszeres sávázószereket, ugye a kalászosban megtartották az engedélyét.
gyakorlatilag a kísérletek, illetve a tapasztalatok azt mutatják, hogy egy rovarölőszeres védekezéssel ilyen nagy hatékonysággal tudunk a vírusvektorok ellen védekezni, és talán ez az egyik leghatékonyabb védekezési mód, hisz állománypermetezéssel is megvan a módunk akár egy olcsó piretroiddal elvégezni, de gyakorlatilag az a tapasztalatunk, hogy ha nem érünk oda időben, akkor ugye a vírusfertőzés megtörténik, gyakorlatilag a rovarölős szeres csávázásnál ilyen problémánk nincs. A vetés idő hatása hogyan alakul a kalász számra, a bokrosodásra, szemtermésre és a fehérjetartalomra? Ez egyértelműen látszik a kísérletekből, hogy a időben elvégzett vetések, ugye legyen ez ugye szeptember vége vagy október elejé, ugye lényegesen nagyobb kalász számokat számoltunk, akár 20-30%-kal magasabbak ezek az értékek, mint a késő vetésnél, és ugye nem csak kalász számba, és hogyha az ember visszaszámolja a bokrosodási hányadosra is, ugye a korai vetéseknél ugye másfél, 1-6 értékig is el tud menni, ugye a korai vetés időkben ugye ez 1-2-1-3 között alakul, és ugye természetesen ugye ez nem csak a kalász számba, a bokrosodási hányadosra, hanem markánsan megjelenik a termésben, hisz egy optimális időben elvégzett vetéssel tudjuk elérni a maximális termést, egy megcsúszott késői október végi novemberi vetéssel minden esetben 20-30%-kal új alacsonyabb termést tudtunk betakarítani. Megkérem a kamerát, mutassa ezt a pocok kártételt, és kérem Gábor, beszéljen erről a nézőinknek. Hát sajnos 2014-ben Magyarország déli részein óriási pocok kártételnek lettünk tanúi. Nem ekkor szoktuk meg a pocok kártételt, ugye ilyen állományokban már kevésbé szokott ugye gondot okozni. Sajnos ugye maga a védekezésnek a lehetősége is teljesen beszűkült, hisz azok a hatóanyagok készítmények kivonásra kerültek Magyarországról, amelyek hatékonyak voltak a pocok ellen. Illetve ugye azok a készítmények, amelyek megmaradtak és eseti engedéllyel rendelkeznek, korlátozott ugye mértékben lehetett vagy csak hozzájutni, illetve nagyon költségesen, költségesen lehetett védekezni a pocok ellen, és sajnos ugye ez lett ugye az egésznek az eredője, hogy 20-30 hektáros táblákat kellett lesilózni, illetve tűntek el ugye a pocok kártétel kapcsán. Köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a Kurca TV-nek a lehetőséget, hogy interjút adhattam. Köszönöm. Bemutatom nézőinknek Honti Lászlót, a Kite Fejlesztési Igazgatóság fejlesztőmérnökét. A terménykereskedelem meghatározza, hogy milyen búzákat vessünk. Milyen minőségű paraméterekre van igény, mit jelentenek ezek, és van-e különbség? Hát a búza esetében a minőségi paraméterek azok nagyon szertágazók. Minden termelő minél nagyobb termőképességű búzát szeretne termelni, és minél jobb minőségben. Hát ez a kettő nem minden esetben esik egybe. A külpiacoknál, így például egy bosnyák vásárlónál a prémium minőség az nagyon felértékelődik. Mik ezek a minőségek? Hát fehérje tartalomban 14% vagy a feletti, nedvessikérben 34% vagy a feletti, és a W vagy albeográfos érték vonatkozásában pedig 280 vagy a feletti értéket keresnek. Akár fajta névvel keresik, így például Dunántúlon a lupus nagyon népszerű, hiszen lupus névvel keresik a bosnyák kereskedők ezeket a prémium minőségű búzákat. De vannak termelők, akik a nagy termést helyezik előtérben, és a nagy termőképességű bőtermű fajtákat választják, akár normál malmi minőségben. Hát ezek számára is állunk rendelkezésre, és ajánlunk fajtákat, így például a Mulánt, vagy Amerigót, vagy pedig a Lenoxot javasoljuk a termesztésre. Milyen irányban történnek a fejlesztések a Kite ZRT-ben, a búza esetében? Hát a búza esetében, mint más növénynél is, nem csak fajtákat hasonlítunk össze, és megpróbáljuk a legjobbakat kiválasztani, hanem agrotechnikai vizsgálatokat végzünk, mind a szántóföldön és mind kisparcellás körülmények között. Így például a vetésidő, talajművelési vizsgálatokat üzemi körülmények között, még például a tartamtrágyázási kísérleteinket kisparcellás körülmények között vizsgáljuk. Emellett természetszerűleg vizsgálunk még gyomírtási
növényvédelmi vizsgálatokat is, lehetőleg minél nagyobb számban üzemi körülmények között. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Bemutatom nézőinknek Dóczi Dániát, az Agrogárda ZRT növénytervesztő mérnökét Eperjesről. Kérem, mondja el, hogy itt a bemutatón melyik fajta nyerte a tetszését. Üdvözlöm a kedves nézőket! Tetszésemet leginkább a Lucullus, illetve a Pannonicus fajta nyerte el. Két búzafajta díszlik a legszebben jelen pillanatban, az én véleményem szerint a bemutatón. És minőségi különbséget lát-e? Igen, jelentős különbségek tapasztalhatók a búzafajták között. Az említett két fajta prémium kategóriás termő képességű búza. Milyen szempontokat helyez előtérbe fajta választásnál? Hát elsődlegesen a termőképesség, illetve a betegség ellenállóságot tartom a legfontosabbnak. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget. Bemutatom nézőinknek Borsos Zsiga családi gazdálkodót. A mai bemutatón mely fajta nyerte el a tetszését? Én már nagyon régóta martomás fajtákat használom, nekem Tolda a kedvencem most. Ettől függetlenül szegedi fajtákat is használok, például a Csillagot, meg a Jásságot most, de nagyobb területen a Toldit használom. És fajta előadást is folytatok, a menüet van most nekem első fokba vetve. Milyen szempontokat helyez előtérbe fajta választásnál? Hát van egy nagyon jó kapcsolatom egy malommal, nevet most nem mondok, és akkor ő a minőségi búzákat helyez előtérbe, és nekem ez a legfontosabb, hogy jó minőségű legyen, és bőtermi a Toldit. Úgy átlagban 7-8 tonnak körül szoktam lehozni, mondjuk borsa elővetemény után főleg, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve. Mikor kezdi az aratást? Hát hónapnap már jelentkeztek árpa aratásra, nekem nincs vetve árpám, kétszer már becsapott, meg elég gyenge az áraszt, úgyhogy csak búzán van. Bérbe aratok mintegy 100 hektárt. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. De nem a szeptória okozta nekünk a nagy problémát, hanem a sárga rozsda. Lementünk Kaposvár térségébe április elején egy gyomirtásos késletet beállítani, amiből egy fungicides kísérlet lett. Gyakorlatilag olyan mértékű sárgarosda fertőzés volt, hogy a spórák tömegét, ugye sárga volt a talaj. Amikor az ember gyalogolt benne, tiszta sárga volt már április elején. Na, akkor már lehetett számolni arra, hogy itt baj lesz, hogy itt a spórák benne vannak a levegőben. És hát ugye ez be is igazolódott, hogy ugye nem csak ott Somogy és Baranya térségében, hanem ugye átjött az Alföldre, és gyakorlatilag az egész országban ugye óriási károkat okozott. Na most erről egy kicsit én úgy gondolom, hogy érdemesebb, ugye részletesebben beszélni, hogy milyen tapasztalatok vannak, hisz ugye mi is állítottunk be ugye mind fungicides védelmeket, mind ugye nagyon sok fajtasort leértékeltünk, hisz ugye az is látszott, hogy a fajta és fajta között óriási ugye különbséget lehet tapasztalni, és ugye aki időben ugye nem védekezett, gyakorlatilag le kellett sírózni, le kellett kaszálni ugye egy néhány fajtát, ugye nem tudták ugye a későbbiekben ugye megvédeni. És itt nagyon fontos ugye a kapacitásnak a kérdése. Szóval aki egy intenzív technológiára be van állva, annak ütemszerűen bennem, hogy kétszer ugye védekezek, és ugye körülbelül úgy van a növényvédelmi kapacitása, de amikor van egy nem várt esemény, amikor berobban a sárgarosda, és ugye nem is tervezett az ember ugye kalászállni védelmet, akkor nagyon fontos volt a kapacitásnak a kérdése, hogy ne le tudjuk rohanni, mert hogyha ott elcsúsztunk 4-5-6-7 napot, akkor gyakorlatilag nem volt esélyünk megvédeni. Levitt a levelet, és ugye fogok később mutatni, hogy ráment a kalászra, léha lesz, hogy azokból a kalászosokból nem sok minden maradt, én úgy gondolom. 30 hektáros táblák tűnnek el ilyen időszakban, ugye a mezei pocok. Nagyon sok telefon jött, hogy mivel lehet védekezni, hát ugye sok jót én se tudok mondani, gyakorlatilag azokat a készítményeket, amelyek hatékonyak lettek volna, ugye az Unióban kitiltották. Ugye a Redentinnek évek óta eseti engedélye van, és ugye azt is tudom, hogy a jordán acék mindig mondják, hogy az Unió állandóan szekál bennünket, hogy miért adják meg minden évben az eseti engedélyt. Hát ezért kell megadni az eseti engedélyt, mert gyakorlatilag nem tudunk ugye mivel védekezni. Ugye arvalinnal lehetett még családkezni, egy nagyon költséges, kézigényes munka, meg el is tűnt az arvalin gyakorlatilag, hogy a fölvásározzák, és ugye készítmény se volt már arra, hogy amivel védekezni lehessen ellene. Hát ugye ilyenkor jönnek az okosságok, hogy a téfákat miért nem raktuk ki, mert majd a
ragadozó madarak összeszedték volna, hanem egész Európában nincs annyi ragadozó madár, ami ezt a rengeteg pockot össze tudta volna szedni. Meg hát milyen a ragadozó, és amikor jól lakott, akkor utána már nem vadászik, ugye nem olyan, mint az ember, hogy mindent lelő. Na, a kalászfehéredés. Ugye beszéltem arról, hogy jöttek a telefonok, hogy ugye megjelentek a levélvégen, illetve ugye a kalászfehéredéseket is ugye lehet tapasztalgatni, és ugye intenzív búzáknál is lehetett ezt látni, kikalászol, gyakorlatilag az egész tábla, tiszta fejjel lett a kalász, gyakorlatilag őszi alaprágya, kétszeri fejtrágya, háromszori gombaölőszeres védekezés, kétszer rollerőszer. Na, hogy mi a jóisten lehet, akkor az ember ilyenkor elkezd vakarózni. Ugye különböző vizsgálatokat raktunk be, szedtünk mintákat, megnéztük tápanyagra, hogy esetleg részhiány van benne, még az lehet benne, ugye van-e benne poloska, fuzárium, ugye az ember háromszori gombaölőszeres védekezésnél, akármilyen rossz gombaölőszert használ, ugye a háromszoros védekezésnél, akkor sem nagyon kellene lenni. Ugye mindezt ugye megnéztük, gabonalegyekről beszéltem, ugye azok is tudnak ilyet okozni, és ugye az aszály, és ugye az utóbbi jött be a legtöbb esetben, hogy ezek aszálytünetek ezeknél az intenzív búzáknál, gyakorlatilag ugye kitolta ugye a kalászt, és elrúgja. Kedves nézőink, remélem az Agrárpercek mai műsora is elnyerte tetszésüket. Kérem, tartsanak velem legközelebb is. A viszontlátásra!